2016. januárjában adtuk át a házi orvosi rendelőt. Felújított rendelő az egyik legnagyobb büszkesége Győre polgármesterének. Az épület nem csak kívülről újult meg teljesen, belül is mindent lecseréltek. Ki lett alakítva egy védőnői helyiség, ahol a védőnő fogadhatja a kismamákat meg a gyermekeket. Ki lett alakítva egy veszélyes hulladéktároló helyiség. Lett vizsgáló külön, a doktor úrnak meg asszisztensének külön öltöző, zuhanyzó, teljes butorzat, a fűtéskorszerűsítés, butorzatcsere, számítógépek újak, EKG berendezés, új vérnyomásmérő, tehát teljes felújítás. A fejlesztést és annak 25 millió forintos költségét tábla hirdeti. Hasonló tábla van az önkormányzat és a helyi művelődési ház falán is. Utóbbira szintén közel 25 millió forintot költött a közelmúltban a Györei önkormányzat. A fejlesztésre szüksége is volt a falunak, a kultúrház ugyanis a legfontosabb közösségi tér itt. A legutóbbi esemény, az ilyen esemény a március 15-i rendezvényünk volt ünnepélyünk, amin az volt a problémánk, hogy már kinőttük ezt a kultúrházat, vagy ezt a művelődési házat, mert hát közel 100 gyerek szülőkkel, tehát rengetegen voltak, és egy nagyon csodálatosan szép rendezvény volt. Miután itt benn megtartottuk az ünnepét, az óvodások, az iskolások adtak műsort, sőt még a felnőtt szülők is, és azután Fáklyáson vonultunk el a Petőfi szoborhoz, ahol folytatódott a megemlékezés. Véletlenül jönnek ide, hiszen néhány éve ez az épület is megújult, akkor mit újítottak fel? Ez is teljes felújítás, 24 millió, 25 millióba került körülbelül egy három éve, és teljes külső-belső felújítás, fűtéskorszerűsítés, ugyanúgy nyílászárók, tehát minden. A butorzat, kaptunk új butorokat, de ugyanúgy is kaptunk számítógépet, kaptunk hangfalakat, technikai dolgokat, tehát teljes, még konyhát is. Itt alul vannak, azt hozzá kell tenni, nem csak ez a nagy terem van, hanem alatta is vannak kis termek, az egyikben a helyi polgárőr alakulatnak van az irodája, a másik helyiség meg klubhelyiség, ahol a helyi egészségvédő egyesület tartja hetenként a foglalkozásait. Több száz millió forint jutott az alig 700 lelkes Győre fejlesztésére az elmúlt néhány évben, a beruházások pedig folytatódnak. Az idei legnagyobb beruházást egy topos pályázatnak köszönheti a település. A falu vízelvezetését oldják meg több mint 200 millió forintból. Három utcában megoldódik a csapadékvíz elvezetés. Az engedélyezési procedúra zajlik most, e hónapban úgy néz ki, végzünk ezzel, aztán már mehet a közbeszerzés, és még az idejében meg fog valósulni az is. Azon kívül beadtunk egy pályázatot az önkormányzat fűtéskorszerűsítésére, arra is elnyertünk 1 millió 250 ezer forintot. Hozzá kell tegyünk még körülbelül kétszer ennyit, de ez is megvalósul az idén. Győrén bár a napelemes lámpákkal felszerelt játszótér is csak néhány éve készült el, ettől függetlenül itt is hamarosan fejlesztenek. Ez a játszótér, ez is egy LEADER pályázatban nyertük el, körülbelül 4 éve, akkor lett felújítva egy korszerű EU-s szabványnak megfelelő játszótér, amit 4 éve építettünk föl, tehát ismétlem LEADER pályázat alapján nyertünk el, és most ehhez kapcsolódik akkor, hogy az idén is most napokon belül beadunk egy LEADER pályázatot, egy kültéri fitness parkra, ami itt a játszótér mellett, a játszótér oldalába kerül kialakításra.
Bár már az eddig bemutatott fejlesztésekre is méltán büszke minden Győrén élő ember, nekik mégis egy régi épület áll legközelebb a szívükhöz, ez pedig a falu központjában álló egykori templomból kialakított általános iskola. Attól egyedülálló kezdeményezésként egy kihalt, kipusztulásban lévő evangélikus templomból került átalakításra. Egyedülálló Európában, hiszen nem sok példát látunk arra, hogy templomból iskola válik. Településen kihaltak az evangélikusok, tehát templomként nem került már hasznosításra az épület, és hatalmas ötletnek számított, hogy iskolát fognak belőle építeni. Milyen jövője lett volna ennek az épületnek? Maximum turisták meglátogatják egy-két alkalommal évente, de a legjobb hasznosítás az mindenféleképpen az, hogy gyerekzsivajjal tudtuk ezt megtölteni. 1994-ben nyitotta meg kapuit az iskola. Nem csak az épület maga egyedülálló, hanem azt gondolom a benne folyó pedagógiai munka is. Kevés iskola tudja magáról elmondani azt, hogy a tanuló létszámot gyakorlatilag 5-6 év alatt másfélszeresére növelte. Igaz, hogy nem sok a 88 gyermek, de ez relatív, ilyen kis iskoláknál ez egy nagyon jó aránynak számít, tekintettel arra, hogy néhány évvel ezelőtt mindössze 50 gyereket számlálta a tanulók létszáma. Az iskola épülete a következő hónapokban Győr kulturális életének afféle motorjaként is szolgál majd. Az intézmény ugyanis elnyert egy 3 évre szóló pályázatot, aminek köszönhetően 70 millió forintot költhetnek el közösségszervezésre. Mint minden településen, minden kis településen elmondhatjuk, hogy Győrében is a kulturális élet mozgató rugója az az iskola. Példaértékű az az összefogás, ami ebben a faluban van, hiszen az önkormányzattal rendkívül jó kapcsolatot ápolunk. Tehát egy kisiskola életében hatalmas lehetőség volt ez a pályázat, az EFOP 139, amelynek a célja a közösségépítés, középpontban az iskolával. Ennek keretében lehetőség nyílik arra, hogy a közösséget teljes mértékben fölébresszük, egy picit otthonról kirángassuk, több felnőtteknek szóló foglalkozásunk van, mint például a főzőklub, a generációk együttműködése klub. Társas táncot tanulhatnak a felnőttek, illetve 30 órás ingyenes informatikai tanfolyamon való részvételre is lehetőség nyílik. Győrén tehát nem csak az elmúlt időszakban botlott úton útfélen az arra járó turista fejlesztést hirdető táblákba, ez a jövőben is így lesz. Arrafelé ugyanis komolyan veszik a település fejlesztést.